A Csikó legelői baráti kör az Ajka 60 rendezvénysorozat keretében családi napra hívta a kikapcsolódni vágyókat, vagyis azokat, akik szerettek volna részt venni egy közös bográcsozáson, sütizésen, játékokon szeptember 29-én. A Csikó legelői klubban és annak környezetében megrendezett programokon a többi városrész lakóit is szívesen látták. Pető Anita szervezőtől, a Csikó legelői baráti kör tagjától megtudtuk, hogy az alkalomra amatőr sütisütő versenyt és Álmaim Csikó legelője címmel rajzpályázatot hirdettek. Az Ajka 60 program sorozat keretén belül a második városrészi napunkat szervezzük meg, ez kimondottan családi napként működik. A fő momentum egy rajzpályázat, Álmaim Csikó legelője címmel hirdettük meg, illetve süteménysütő versenyt, mert szeretnénk, hogyha ezek a receptek bekerülnének a Csikó legelői szakácskönyvünkbe, és ezáltal szeretnénk egy hagyományőrzést is elindítani. A baráti kör célja a hagyományápolás és egyúttal a figyelem felhívása a korszerű táplálkozásra. A mai rendezvényre minden városrészből és minden korosztályból vártak látogatókat, és a várakozásaikban nem is kellett csalódniuk. A rajzpályázatra, amit Mihalovicsné Németh Krisztina fogott össze, alsó és felső tagozatos diákok küldték be alkotásaikat. A legjobbak kreatív eszközöket és vásárlásra szóló utalványt nyerhettek. A gyerekek mellett a nyugdíjasok is kivették a részüket az előkészületekből. A sütésütő versenyre összesen 18 recept érkezett, és ezúttal gyerekek is éltek a lehetőséggel. A vendégek kóstoló jegyért cserébe el is fogyaszthatták, sőt közönség szavazatot is leadhattak a legfinomabbnak talált művekre. Amíg a szülők beszélgetés közben belakmároztak az édességből, a gyerekek ügyességi versenyen és légváron égették a kalóriákat, igaz a frissen sült gofrinak ők sem tudtak ellenállni. A gazdag program a legkisebbek interaktív meséjével ért véget, Pető Anita óvónő segítségével játszották el Szutyejev a gomba alatt című közismert történetét. Édesnap,